Jó estét kívánok, köszöntöm a konkrét nézőit. Ma esti vendégem itt a stúdióban Nagykutasi Viktor, kertész szakíró, a Kertészek és Kertbarátok Győrvárosi Egyesületének elnöke és Győr városának legfrissebb kitajbel Pál Díjasa. Köszöntelek a stúdióban, Viktor, örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. Hát friss az élmény, hiszen ö, ma korai délután volt a díjátadó. Mit szóltál az elismeréshez, mit jelent ez neked? Hát én nagyon meglepődtem rajta, ugye ez gyakorlatilag számomra az én nem mai napon vált teljesen világos, se, gyakorlatilag ez pár hete már tudom. Én nagyon meglepődtem rajta, mondhatni váratlanul ért. Tettem érte, meg szeretnék is tenni érte, de nem a díj az, ami motivál igazából, de tényleg jól esett, és igazából köszönöm most is azoknak, akik erre javasoltak, és elfogadták, hogy én kaphassam meg. Ugye 99 óta adják oda a kitajbál pár díjat annak az embernek, aki... Dőr környezetvédelmért kimagasló munkát folytat. Te magad milyen munkát végzel ennek érdekében? Hát ugye kezdjük az elején, én nem vagyok győri, én gyakorlatilag 20 pár éve kezdtem el a munkám miatt győrbe dolgozni, járni, aztán győr mellé költöztem, most már lassan 18 éve, de igazából a legnagyobb kötődés az a Kelbarát Egyesület tagsága volt, mondhatni, mert előbb voltam tag, aztán ugye lettem elnök, és ugye ennek köszönhetően tudtam Győrbe építeni a kapcsolataimat, tehát azért Győrlel a kapcsolata Kerberet Egyesületen keresztül kezdődött, és ugye annak köszönhetően, hogy gyakorlatilag a Győr közgyűlésében is ugye részt tudok venni a környezetvédelmi bizottságon keresztül, így azért gyakorlatilag kötelező feladatom már is vált ez, amit igazából én nem kötelező feladatnak érzek, hanem mondhatni hivatásnak. Tehát nálam már mondhatni óvodás, meg általános iskoláskoromban elkezdődött ez a dolog. Azt tudni kell, hogy a kertész végzettségem mellett van két környezetvédelmi szaktechnikusim is. Tehát gyakorlatilag papíron van, arról igazából hivatásszerűen sose gyakoroltam, de mondhatni hobbiból meg igen. Tehát a kertészkedés mellett az én nekem a legnagyobb hivatás, amit Üzök vagy teszek, vagy amiért nagyon sokat teszek, az pont a környezetvédelem, vagy a környezetvédelemek kapcsolatos gondolkodás. Tehát én nem tudom úgy a kertészetet elképzelni, hogy ezt ne kössen valamilyen módon össze a környezetvédelemmel, vagy az egészséges életmóddal. Ez gyakorlatban egyébként hogy néz ki? Így a, a mindennapokban, az elmúlt időszakban. Hát, hogyha a magánéletemet nézem, akkor fontos, hogy ne csak beszéljek róla, hanem otthon ezt csináljam. Tehát a magaságyásokat nem csak a városnak készítjük el egyesületi szinten, hanem hogy helyön valaki hozzánk, megnézi, akkor három dolog komposztáló fog működőt találni az udvarba. Tehát nem csak bemutató jelleggel rengeteg magaságyást fog találni, és kísérletezem. Tehát én is azért úgy vagyok vele, hogy úgy szeretem osztani az észt, hogy próbálom is. Tehát nem csak beszélek róla, hanem kísérletezek talajokkal, komposztkeverékekkel és próbálok abba az irányba törekedni, hogy vegyszermentesen tudja kertészkedni, hogy ugye ezt a tudást tudja átadni másoknak. Ez az egyik legfontosabb, illetve a komposztálás nekem az egyik veszőparipám, akár kertészként, akár környezetvédelmi szakemberként mondhatni. Ugye pár évvel ezelőtt volt egy nagyon látványos bemutatóm a Városháza előtt, a győri katasztrófa védelemmel közösen sikerült ugye hatalmas füstöt produkálni, aminek ugye pont az volt a lényeg, hogy pont ezt nem szeretnénk. Tehát mind a tagságunknak, mint mondhatni a vállalkozói életbe az ügyfeleinknek, én igenis rákényszerítem őket arra, hogy nem égetünk, hanem igenis a növényi hulladékot felhasználjuk. Ágakat aprítunk, azt az ágapritékot vagy komposztáljuk, vagy nagyon sok esetben fel tudjuk használni a kertbe. És ugye ezzel is próbálkozok, kísérletezek, tehát nem mindegy, hogy például ezeket az ágapritékokat milyen mennyiségbe jutatom vissza, milyen vastag rétegbe jutatom vissza a kertbe vagy a növények köré, és ezt én magam is csinálom azért otthon, hogy tudjak jó tanácsot adni akár az ügyfeleim részére, a barátok részére, vagy gyakorlatilag azért nehéz például nekem úgy végigmenni az utcán, hogy ne szólítanálak le. Tehát velem múlt héten éppen poénkodtunk vele, hogy nem szelfit készítenek, hanem szakmai tanácsot kérnek, és azért ez egy tök jó érzés, csak úgy gondolom, hogy akkor tudok hiteles lenni, ha nem beszélek róla, vagy csinálom és úgy beszélek róla. Ugye dr. Dézsab Bandrás kinevezésével egy teljesen új szemléletet honosított meg Győrben, több fronton is. Az egyik ilyen sarkalatos pont a környezetvédelem. Kialakították ezt az úgynevezett Zöld Győr koncepciót, környezetvédelmi bizottságot alapítottak, az állatvédelem fókuszba került, ugyanígy a klímavédelmi akcióterv is elkészült, Erdőket nyilvánítottak védetté, van klímaexpunk, és még sorolhatnék rengeteg más dolgot is. Ezekkel a dolgokkal komolyabban előtte azt gondolom senki nem foglalkozott. Te magad győrszerető emberként hogyan fogadtad ezeket a törekvéseket? Hát ugye, mondhatni, én az elejétől belecsöppentem ebbe, mert gyakorlatilag majdnem az első pillanatok kezdve a Környezetvédelmi Bizottságnak a tagja vagyok, de már mondhatni, még előtte is bent voltam. Tehát azért a faültetési programokba, a lócsoló mint olyan nem tudtam, az a kísérleteztem vállalkozóként, kísérleteztem üzletemberként, uh -huh. és gyakorlatilag a város a fehér színű zsákokat, amit a helyi vállalkozók ajánlottak föl, eh, annak a kísérletét is majd egy évig eh, Kerberátbergeken belül eh, végeztük. Tehát gyakorlatilag ez így.

együtt jött a kettő. Tehát már jóval előbb készültem a valamire, vagy hogyha a Kerberátnak megnézzük a csapdarendszerét, ami országosan is a mai napig egyedülálló, ezek is mind olyanok voltak, hogy nem tudtam, hogy én majd ebbe a bizottságba egyáltalán rész, részese leszek, vagy része leszek ennek a bizottságnak, de már én a feladatokkal. Tehát úgy érzem, hogy amikor már ebbe a bizottságba bekerültem, gyakorlatilag addigra már a vizsgamunkám meg volt hozzá. Tehát nem akkor kezdtem el ezzel foglalkozni, nem szerintem azért is kerültem én ebbe a bizottságba. Be, mert már ilyen gondolkodásom volt, már a munkába, illetve a Kerberet Egyesületnél ezeket a dolgokat a gyakorlatba valósítottuk meg. Tapasztalsz egyébként, hogy az ismerősi körödben, akár az egyesületi tagok között már egyfajta szemléletváltozást ít az elmúlt éveket illetően? Igen. Tehát ezt nyugodt szívvel kimerem mondani, hogy igen hosszabban mondanám, akkor még azért lenne feladat. Tehát igenis célunk az, hogy visszaszorítsuk a rovarölőszerek használatát, visszaszorítsuk az igazi erős kemikáliáknak a használatát. Én nem merem azt kijelenteni, hogy kemikáliák nélkül százszerzalékosan sikeresen lehet kertészkedni, de azt szoktam mondani, hogy mindig legyen az az utolsó mencsvár. Tehát minden más próbáljunk meg, és lehet, hogy működik, és akkor nem kell használnunk. Természetesen az egész év munkáját azért nem kell föltenni egy lapra, de egy kérbarátnak tudunk akkor útmutatást adni, tehát, hogyha egész évben ott van velünk, figyeli az előadásainkat, figyeli a kiadványainkat, figyeli a folyamatosan frissülő honlapunkat, ahol gyakorlatilag napi szinten új anyagok, meg aktuális dolgok kerülnek föl, én úgy gondolom, hogy mindenféle iránymutatást megadunk ahhoz, hogy a termését siker koronázza. De a cél mindenképpen az, hogy ezeknek a visszaszorítása meglegyen. Ezt mind az előadásaink során nagyon fontosnak tartom, és mind abba, hogy olyan szemléletet adjak át. És ez a legfontosabb, hogy például a vezetőknek is. Igenis feladata az, hogy ezeket gyakorlatba tegyük, sőt ezekről be is számolunk. Tehát meg is mutatjuk a többi tagnak, hogy hogy működik nálunk, vagy nem szégyené, hogy nem működik, hogy csúszik félre egy kísérletünk, vagy mit hibázunk, mert akkor a másik taktársunk már ezt a hibát nem fogja elkövetni. Tehát ez nagyon látszik, és, és érdekes módon nagyon fogékonyak rá az emberek. Hisszük és valljuk, hogyha egy városban sok szép és művelt kert van, akkor a város többi lakója is céljának érzi a hozzájuk való csatlakozást. Ezt tőled idéztem, méghozzá a Kertészek és Kertbarátok Györvárosi Egyesületének a honlapjának a köszöntőjéből. Ez lehet a te poétikát? Mm, így van, lehet. És ö, beválik ez? Tehát ö, azt érzed, hogy ez, 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 ez így van, ez igaz, ez az állítás, hogy az elmúlt évek azt bizonyítják, hogy, hogy ennek van foganatja. Én azt látom, hogy van foganatja, uh, igazából ahogy szokták mondani, hogy a hülyeség uh, ragályos, ugyanúgy én úgy gondolom, hogy a jó dolgok is, tehát a jó dolgokat is kipróbálják, de ez olyannyira tud működni, hogy egy hónappal ezelőtt poémból Facebookon reggel olvasgattam, hogy egy uh, zöld mosogató vejling. Uh, Bocsánat, egy kék mosogató vejling, hogyha kiviszem pár centi vízzel a gyümölcsösbe, az csodákat fog művelni. Én ezt poénból akartam elsütni a Kerberátoknál, csak valaki közbe szólt, és csak ennyit mondtam, hogy vigyünk ki kék edényt vízzel, és majd miket fogunk vele fogni. Közben valaki föltett egy kérdést, arra válaszoltam, és így nem is elfelejtettem ezt a gondolatomat. Két hét múlva a Kerberáton, hozzák a képeket, hozzák, hogy ki mit fogott. Mondom, hát ez micsoda? Hát te mondtad, hogy próbáljuk ki, és működik gyakorlatilag a bimbólikasztó bogarakat, sikerült ezzel a technikával összeszedni. Tehát Olyannyira ez egy visszajelzés volt számomra, hogy nagyon meg kell gondolnom, hogy mit mondok, mert én picit poénnak szántam, és a tagságunkból mondjuk a 90 főből vagy 40-en kipróbálták, és mindenkinek sikerült, mindenkinek volt egy pozitív élménye vele, ki kevesebb, ki több bogarat tudott így megfogni. Tehát azért úgy érzem, és akkor éreztem meg, azt, hogy felelősségem is van, tehát tényleg olyan dolgot kell kijelentenem, amit szívvel élek el, komolyan gondolok, hogy az úgy van. 90 tagotok van? Mert ez lett... Kérdeztem volna, hogy, hogy hány tagot számlál most az, az Egyesület. Most adtuk be a bírósági beszámolónkat, így van, ott 90 fő van. Ami nekem a csodálatos dolog, hogy a 12 éve vettem át a vezetést, azóta gyakorlatilag ez a 80-90, a százat még nem tudtuk elérni, de nem is ez az érdekes, mert vannak az országban olyan egyesületek, kerberelt egyesületről beszélek, ahol akár 200 tag is van, de nálunk az az érdekes, és az jelenléti évekre nagyon jól visszakövetkeztethető, hogy nálunk aktív tagság van. Tehát aki tagdíjat fizet, az 90% százat van. ott is van az előadásainkon, ott van a rendezvényeinkkel. Tehát nem támogatói tagjaink vannak, nem megszokásból vannak a tagjaink, hanem olyan tagokkal rendelkezünk, akik jelen is vannak a foglalkozásainkon. Vannak ugye előadásaitok, vannak foglalkozásaitok, ahogy említetted, illetve rengeteg kiadványotok is van a helyi szakemberekkel összefogva, és egyre nagyobb teret nyer a klímaváltozással való foglalkozás tevékenység. Mennyire kell ezt a témát komolyan venni? Én úgy gondolom, hogy komolyan kell venni, azon ugye lehet vitatkozni, hogy mi okozza a klímaváltozást. Én tapasztalatból azért egyet mondok, mivel a cégünk téli szolgálatot is végez, 20 éve feljegyzéseim vannak arról hogy hogy változik a tél. Tehát egyértelműen ki merem jelenteni, hogy itt győrkörnyékén a téli napok száma, a havas napok száma, a nagyon fagyos napok száma az jelentősen fogy. Tehát ez látszik, hogy évről évre kevesebb, sőt, az is látszik, hogy az elmúlt öt évben ez nagyon felgyorsult. Ezek mérhető számok, ez úgy gondolom, hogy tény. Mi okozza, mitől, ezen lehet vitatkozni, nem vagyok klímakutató, én a hatását látom, és kell vele foglalkozni, föl kell készíteni rá a növényeinket. Sőt, egy tavaszi fagykára már szeptembertől föl kell készülnünk. De akár egy felületről, tehát hogyha valaki egy diszkerbe gondolkodik, a gyepeséknél is nagyon ö, nagy kihívás, nincs télen hótakaró, persze bizonyos fenézgombák nem jelentkeznek, amik a hótakaró jelentkeznének, de cserébe nagyon enyhék a teleink. Ö csapadékosak is a telein. Kimosódik a tápanyag, télen is kell tápanyagot biztosítani neki. Oda kell rá figyelni, hogy azért néha-néha egy-egy hidegebb éjszaka beköszönthet. Pár napig azért a mínusz 10 fok is jellemző. Tehát erre föl kell készíteni a, a disznövényeinket is, és igenis ezt nem utólag kell megtennünk, hanem előre gondolkodva. Esővíz, esővíznek a felfogása. Tehát ö, még mindig ott tartunk, hogy a legjobb, ö, locsoló víz a felfogott esővíz. Hogy tudjuk ezt megtenni? Rákészülünk. De ugye nem a szokásos módokon, most a héten is gyakorlatilag egy pár óra alatt, legalábbis ötövényen, amit én mértem, másfél óra alatt majdnem 20 milli mm csapadék lehullott. Tehát a régi módszerekkel számolok, akkor általában 5 kötője 10 mm csapadék szokott lehullani. Ha 20 mm hullik le, akkor azt próbáljam meg fölfogni. Tehát azok a víztartályok, meg az egyebek, azok sajnos bővítésre szorulnak, és igenis ott kell tartani cél. De úgy is, hogy tudok tartani egy udvaron a vizet, hogy nem szétkapálom az udvart, nem teljesen gyommentessé, zöldmentessé teszem mondhatni, hanem az ágyások között gyepesítek, nyírom a füvet, azt tudni kell, hogy a gyepfelület eszméletlen vizet tud, akár a fűszálak között is tárolni, nem fogja a gyepfelületet elmosni a víz. A gyepfelületről bármikor tudok egy gyümölcsösbe növényvédelmet folytatni, meccést folytatni, akár születet folytatni. Ha folyamatosan egy mozgatott, bolygatott talajon van a gyümölcsfák alatt, nagyon sokszor nem fogok tudni kimenni dolgozni, mert beleragadok a sárba. Tehát ezekre is oda kell figyelni, és ha belegondolunk, ezek gyakorlatilag olyan praktikus megoldások, amivel még költséget, meg időt is tudunk spórolni. Rengeteg olyan programotokon voltam, ami, ami, sok ember volt, és általában az idősebb generáció képviselteti magát, viszont az utóbbi időszakban én is felkaptam a fejem, hogy az egy-két fiatalabb arcot is láttam az érdeklődők között jövőbeli terv az, hogy a fiatalokat még jobban elérjétek, még jobban bevonjátok a, 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 szakmai munkába? Hát ez olyannyira jövőbeli terv, hogy igazából jövő évtől szeretnénk külön egy fiatal tagozatot elindítani. Erre úgy néz ki, hogy igény is van, sőt előadók részéről külön segítség is lenne. Én azért azt látom, hogy a fiatalok ne az a gond, ott a gyerek iskolába, óvodába futni kell érte. Tehát ilyen szempontból a mi foglalkozásaink, ez a délután 4 órás időpontok, ezek túl korán vannak. Úgyhogy most ki szeretnénk egy olyat próbálni, hogy a fiatalabb generációnak lehet, hogy egy más időpontban, akár egy hétvégén, akár egy szombat délelőtt megpróbálunk tömbösített foglalkozásokat adni, és ebbe az irányba elindulunk, és megnézzük. Illetve náluk azért azt látom, hogy ugye nálunk, ha elhangzik egy előadás, van egy nagyon jó előadó, vagy készül a György Plusznak köszönhetően egy nagyon jó felvétel, akkor gyakorlatilag az a honlapunkon napokon belül már fel lehető, bár bármikor visszanézhető, és ezt is rengetegen használják, ezt mi mérjük és nézzük is. Tehát lehet azt látni, hogy visszanézik az emberek, és valószínűleg a fiatalabb generáció is itt kapcsolódik be, tehát az ő számukra már ilyen szempontból eléggé nyitottak tudunk lenni. Tehát nem kell hozzánk -e edzettömbbel érkezni, szoktuk mondani, nálunk figyelni kell az előadás, Adáson utólag otthon úgyis minden szépen kijegyzetelhető, megállítom a gép előtt, visszanézhető. Tehát erre a részére mi már föl vagyunk készülve, most gyakorlatilag az jó időpontot kellene ahhoz keresni, hogy a fiatal generációt le tudjuk ültetni. Milyen terveid, vízióid vannak a jövőre nézve, akár az Egyesülettel kapcsolatban, akár Győr környezetvédelmével, illetve a régió környezetvédelmével kapcsolatban? Hát az Egyesülettel kapcsolatban pont az az egyik, tehát hogyha nem tetted volna fel a kérdést csak úgy, hogy mi a cél, akkor a fiataloknak a megfogása, a fiataloknak a bevonása az Egyesület valós munkájába, ez volna az egyik cél igazából, illetve hát ugye jövőre leszünk 55 évesek, készülünk egy kis jubilomi rendezvényel, ami nálunk azért gyakorlatilag abból áll, hogy egy nagyobb előadássorozatot sorozatot csinálunk, tehát nem az egyszerűen viszont Dáridóról, persze az is kell, de nálunk ez fontos, hogy előadókat hívjunk, beszélgessünk. És akkor a városra, a zöld gondolatokra visszatérve, már évek óta szeretnék zöld falal, zöld homlokzattal, tehát ugye nagyon sokan a zöldet csak úgy tudják elképzelni, hogy síkba. Én el szeretném képzelni ezt falon, akár a belvárosban, akár egy konténerépületen, tehát különböző ötleteim vannak. Bízom benne, hogy ezek most már valahol meghallgatásra találnak. És egy olyan szeretnék, és erre az egyetem is vevő lenne, hogy mérnénk. Tehát csinálnánk egy csupasz felületet, csinálnánk egy növényesített felületet, és ugye font a klímaváltozásnál az extrém meleg napokra lehetne nézni egy olyat, hogy mit tud egy csupasz felület, mit tud egy növényel borított felület. Ezt lehetne vizsgálni, sőt, lehetne ezeknek a felületeknek vizsgálni a vízfelvevő képességét, ezekre a villámervizekre gondolok igazából. Ö, úgyhogy van hova fejlődni, meg azért a lakosságot ebbe a zöld gondolkodásba bevonni, tehát akár egy talajtakarás múlcsozással, hogy igenis ne dobjuk ki a zöld hulladékot, tartsuk ott. Én úgy gondolom, ahol keletkezik növényi hulladék, azt ott valamilyen módon úgyis föl kellene használnunk, hiszen ha valamit én kiveszek a kertből, ott megszakítok egy körforgást. Tehát azt a körforgást vissza kell pótolni, komposztáljam ágdaránként, vagy csak múlcsként, talajtakarással tegyen vissza. Tehát most erre csinálok különböző kísérleteket, hogy a, talaj, a letakart talajok mennyivel jobban tartják a vizet. Humusz képződés indul meg bennük, és nagyobb esőknél ezek a talajok nem mosódnak el. Viktor, téged hallgatva azt gondolom, engednek, hogy a személyes véleményem elmondjam, de úgy érzem, hogy jó helyre került ez a, ez a díj és ha ilyen agilis lesz a jövőben, és akkor, akkor sokszor fogunk még találkozni és beszélgetni erről a témáról. Még egyszer gratulálok, és köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ennyi volt már a konkrét további kellemes televíziózást. Kívánok a viszontlátásra. Együttműködő partnerünk a Gyűri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Együttműködő partnereink Kárló Benetti férfi divat, Miliánó divat győr, Lakman Árkád győr, Aura Szépségszalon, Rúzsevnyú női divat.